Magyar sportolókra emlékeztek az olimpiai parkban. A Helsinki Olimpia 70. évfordulójára állított emlékművet Melókó Miklós tervezte 2022-ben az Aranycsapat Alapítvány kezdeményezésére. Az alapítvány elnöke Kű szívén viseli a magyar sportélet aranykorának emlékét, és ezúttal Makovec Pállal, a híres magyar építész, Makovec Imre fiával közösen helyezte el a szobornál nagyon szépnek találom a gondolatot is, a kivitelezését is, és hozzá kell tegyem, hogy a, a sport szeretetét azt édesapámtól tanultam. Tehát ő, ő aktív sportoló volt egyébként fiatalkorában, kevesen tudják róla, hogy ő aktív kézilabdázó volt, első osztályú játékos. Aztán az építészpálya mellett ő már ezt nem folytatta tovább, de a sportra mindenképpen ő irányította rá figyelmemet. Makovec Imre, akit a magyar organikus építészet megteremtőjeként emlegetnek, egyik leghíresebb alkotása az 1992-es Szevélyai világkiállításra készült pavilon. A spanyolországi Szevilla városában a megépített hajózási tematikájú pavilont a világkiállítás hat hónapja alatt több millióan látogatták meg, és a mai napig egy csipetnyi Magyarországként áll a spanyol városban. Az évek során számtalan kezdeményezés volt arra, hogy az építményt hazaszállítsák, ám ez eddig nem valósult meg. Azonban az Aranycsapat Alapítvány, így külajos kezdeményezésére, aki Makovec Imre nagy csodálója, újra elindultak a tervezések annak kapcsán, hogy a pavilon mását megépítsék Magyarországon. Bementünk, hogy elájultunk. Ez egy csoda, hét toló. Káprázatos. Fantasztikus. És a műsor közlő könyvben, megvan a könyvem, ezt a, a, a pavilont emelték ki, mint a leges kor történetének legkáprázatosabb, legcsodálatosabb építészeti remek műve. A magyar pavilon már sajnos nincs olyan állapotban, hogy haza tudják szállítani, ám az eredeti tervek a mai napig megvannak. Így esett arra a választás, hogy egy pontos másolatot építsenek fel. Még az is elképzelhető, hogy székesfehérváron. És így itthon is bárki csodájára járhatna. Makovec Imre korszakújító építészetének.